Gyabar vagyok, és ezt a mesét most a KNTH gyógyvarázs programon keresztül szeretném küldeni neked. Gyógyul még mi hamarabb. A kiskakas gyémánt végrajt zárja. Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapirgál a kiskakas a szeméten, egyszer talál egy gyémánt végrajcert. Arra megy a török császár, meglátja a kiskakasnál a gyémánt végrajcert, és azt mondja neki: Kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. Nem adom, bízém, kell a gazdasszonyomnak. De a török császár előre is elvette tőle, hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítése tetejére, elkezdett kiabálni. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Megharagudott erre a török császár. Elegy te szolgáló, fogd meg a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba. A szolgáló megfogta, kútba vetette, de a kiskakas csak nem elkezdte a kútban. Szíd fel, begyem a sok vizet, szíd fel, begyem a sok vizet. Arra a begye mind felszítta a vizet a kútból, a kiskakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt fékrajcáron. Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának. Erej te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele az égő kemencébe. A szolgáló megint megfogta a kiskakast, és az égő kemencébe vetette. De a kiskakas megint csak elkezdi. Eresz ki, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Eresz ki, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt fékrajcárom. Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Erej te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele a méhes kasba, hadd csipjék agyon a darazsak. A szolgáló bevetette a kiskakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kiskakas. Szív fel, begyem a darást, szíd fel, begyem a darást. Arra a begye mind felszívta a darást, akkor megint felszállott a török császár ablakába. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt fékrajcárom. Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele. Erejt te szolgáló, hozd ide azt a kiskakast, hadd tegyen be a bő bugyogon fenekébe. Megfogja a szolgáló a kiskakast, a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe, és akkor a kiskakas megint csak elkezdi. Eresz ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát. Eresz ki, begyem a darást, hadd csípje meg a császár. Jaj, jaj! A fránya egye meg ezt a kiskakast, vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd keresse meg maga gyémánt fékrajcárját, kiabálta a császár. Bevitték a kiskakast a kincses kamrába, ott megint elkezdi a maga nótáját. Szíd fel, begyem a sok pénzt, szíd fel, begyem a sok pénzt. Erre a begye mind felszitta a török császár 3 kád pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának. Gazdag asszony lett belőle, még máig is él, ha meg nem halt. Remélem tetszett a mese. Gyógyulj meg minél hamarabb.